Magyarország is megszállóvá vált Irakban, miután az ottani parlament hiába hozott döntést a külföldi csapatok hazaküldéséről. A magyar kormány sajnos azt közölte, ott maradnak a magyar honvédek. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Az afganisztáni és iraki megszállás helyett inkább a magyar határon kell az afgánokkal és irakiakkal szemben felsorakozniuk a magyar honvédeknek. A Mi Hazánk mozgalom követeli az iraki megszállásban való részvételünk befejezését. Miután Magyarországot álságos módon megszállta a Szovjetunió, és emlékszünk még az ideiglenesen hazánkban állomásozó baráti szovjet csapatokra, ezek után különösen és hasonlóan álságos az, ahogy Magyarország továbbra is részt kíván venni Irak megszállásában. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom arra int, hogy tartsuk tiszteletben Irak és minden más nemzet önrendelkezését. Egyébként pedig, ha ez nem történik meg, akkor Magyarországon is fokozódni fog a terror veszélyeztetettség. Nem kellene tehát kivívni az irakiak haragját, Magyarország véget kell vessen a megszállásának Afganisztánban és most különösen az Irakban is. A Mi Hazánk mozgalom honvédelmi kabinetjének elnökeként szükségesnek tartom továbbá leszögezni, hogy a NATO tagságunk függetlenségünk feladásával jár, leginkább amerikai érdeket szolgál, más NATO tagállammal szemben nem is nyújt nekünk védelmet a szövetség, és szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk neki annak védelmében, például ha ad abszurdum Oroszország mondjuk az Erdély nevű ezredével megtámadja Romániát, akkor Magyarországnak Románia oldalán kellene hadba vonulnia. Azonban nem volt elég, valakinek nem elég ennyi a NATO-ból, és eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban is részt vettünk, amire pedig NATO szerződésbeli kötelezettségünk egyáltalán semmilyen mértékben nem volna. Hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a hazavédelme helyett, míg például a szükséges magyarországi hadgyakorlatokra nem jutott elég pénz. A Mi Hazánk mozgalom honvédelmi kabinetje az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezni előtérbe a hadseregfejlesztés során is. Az irakihoz hasonló megszállásokra költött milliárdokból inkább vonzóbb hazai javadalmazást és modernebb felszerelés, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítja a honvédjeinknek, hogy ne évtizedekbe teljen felzárkozásunk a honvédség modernizálása. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a hazavédelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.